Sziasztok, itt újra a PC tippek rovatos fotótyúkat a számítógép házán belül, a belső világban és nem a külső világban. Ezúttal a merev lemezek kerülnek sorra, az SSD, a HDD és egy minimális a DVD meghajtó, ami ugye nem merev lemez, hanem optikai, de gondoltam, hogy még ezt is besüvickélem ide. Erről majd a végén. Először a sima merev lemezekről beszélnék, amelyeket sokan majdnem tartanak sokra. Ami azért teljesen nem így van, hiszen hozzá kell tenni, hogy ez kell a tároláshoz, tehát legtöbben ezt ugye tárolásra használják, és hát akik meg sajnos elég sok mindent le is töltenek, akár a virágboltból, vagy még durvább feketébb helyekről, vagy a fekete lyukból, azoknak meg még inkább még nagyobb kell, és még gyorsabb is azért, tehát nem elég egy 32 megabites, vagy bájtos, vagy milyen francez, most hirtelen kessű, hanem kell egy 64-es, és nagyon jó, hogyha a fordulatszám 7002-es. Úgyhogy ilyen szempontból ajánlhatnám a Toshibát nektek, de nem tudom, ugyanis arra csak egy évgari van. Úgyhogy igazából én a Western Digital Blue-ra voksolnék, vagy erre 64 megabites, pontosabban erre, bocsánat, 64 megabites és 7200 RPM-es és VD Blue, termékosztály 3 és feles méret, SATA 3-as, 1000 terabájtos, tehát azért ez nem rossz. Vagy 1000, bocsánat, 1000 gigabájtos és 1 terabájtos, 12.425 forintért, itt vannak a képek is. Ezt tudom ajánlani, szerintem még ez a legjobb megoldás. Ha valaki olcsón akar egy merev lemezt, amely 1 terabájtot takar. Természetesen igazából nem tudom, ennek van egy 2 GB-os változata, szerintem igen. Akkor azt tudom ajánlani. És aki 2 terabájtost szeretne. Most nem találom hirtelen. Na mindegy, minden esetre, hogyha van ebből, ha találtok ebből, vagy a Greenből, azt hiszem van a Green is, de itt van, akkor azt is tudom ajánlani. Talán még a Seagate, tehát a 5009-es is, de hát a 7002-es a legjobb. A Toshibából, még nézzük ezt a 3 terrásat. De erre 2 hónap van, akkor ezt még tudom ajánlani, akinek nagyon kell a terrahely. Itt található. De menjünk át az SSD-re, amely manapság a legfontosabbak egyike, hiszen sokan, ha csak a Windows miatt is, de már vesznek egy 120 gigásat, vagy 240 gigásat, és nagyon is megéri, hiper felgyorsítja a gépet, én is már 3 éve ezt használok. Hát ebből én vagy ajánlom ezt a Green-es Western Digitalt, hogy nagyon olcsóságra mentek, de még inkább talán a Kingston-t, mert a Kingston azt mondja, hogy picit talán gyorsabb legalábbis. Ja nem, bocsánat, nem gyorsabb, a Western Digital gyorsabb. Akkor inkább a Western Digitalt ajánlom, a Green-t. De Kingston sem rossz, úgyhogy ez az ugyanúgy ajánlható. Kingmax-t, illetve Toshibát itt annyira én nem ajánlanám. Viszont ami most igazán ajánlok, az az, hogy 12.000 körül meg tudtok venni 240-es SSD-ket. No, amikor ezt, ami most benne van a gépemben, ez a Kingston, ez 17.000 volt, és 120 gigás volt 17.000-ért. Most 11.2-ért megkaptok 240-et. Úgyhogy igazából ezt tudom ajánlani, és 3 hónap gari van rá, 3 év, bocsánat, teljesen kivagyok ma, úgy látszik, de itt is igazából a Western ajánlom, ez egy picit gyorsabb, ha jól látom, 40-es adatolvasás és 460-as adatírás, tehát látjátok, hogy picit van gyorsabb, de nem alakítható viszont át. Még TLC vezérlős, itt nem írják, hogy milyen vezérlős, sokan írják. Jó, mindegy, tehát vagy ezt ajánlom igazából a 240-esből a Western Digitalt, vagy a Kingston tudom ajánlani. Ha nagyobbet akartok, vehettek egy 500-ast is úgymond, de az már elég drága, még azt tudom ajánlani, ugyanezekből igazság szerint. Ez iszonyat meggyorsítja a gép bekapcsolást, vagy a Windows bekapcsolását, hát olyan nem is tudom, 5-7 szek alatt csettintesz párat is már. Benni soha, nagyon durva. Szóval itt vannak ugye
Én nem DVD lemezeket, hanem DVD olvasót akartam. Ugye, nem tudom, ezeket is így egybe rakták, úgy látszik. Hát ebből a Lighton-t nem nagyon tudom ajánlani. Ha valakinek egyáltalán ugye kell még, az Asus-t végül is tudom, de igazából az LG-t igazán, vagy a Pioneer-t, vagy Pioneer-t. Ha valakinek még kell. Nekem azért elég sok DVD-m van, no, kép és egyéb tárolási célból. Amire még mindenképpen szükségeltetik. És nem akarok mindent egy mondjuk terrás vagy két terrás vinyóra rakni, mert ha azzal valami gond történik, akkor minden elveszett és kész. Tehát én például ezért használok még DVD-t, plusz azért, mert az nem kell internet sem. No, mert azért az internet is van, hogy sokszor elmegy fú, a mai világban, főleg ezeknél a hülye, na bocsánat, a hülye szolgáltatóknál, bizonyos hülye szolgáltatóknál, pontosabban így fogalmazni. És itt vannak a külső DVD írók, illetve a Blu-ray olvasók, meg írók. Mondjuk én a Blu-rayból egy olvasót inkább elfogadnék, mert írni nem nagyon akarok. Egyrészt nem szép dolog, másrészt drágább is, mint mondjuk a DVD korszakban annó. Ha lenne egy csak olvasó, mondjuk 10-15 ezer ér, az szuper lenne, de sajnos ilyen nincs. No, ezt akartam egyébként venni az új gépbe, de azt marad a DVD olvasó, és hát úgyis lesz majd egy UHD, Ultra HD lejátszó majd tévéhez jövőre, vagy azután, és akkor majd ahhoz fogjuk azt használni, és nem a monitorhoz. A monitornál egyébként jól lehet használni egy Netflixet is, vagy ilyesmit, tehát arra jók a Netflixek meg ezek. Csak a Netflixnél ugye az a nagy problematika, hogy nincs se magyar felirat, se magyar hang. Az HBO-nál szűk a kínálat, és nincsen igazi jó Full HD meg 4K, míg a Netflixnél ez meg megvan, és nagyon tág a kínálat, de ott meg nincsen ugye nyelvezet. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Hát ez van. No, hát igazából ennyit akartam ezekről mondani. Ezeket tudom igazából belőlük ajánlani. SSD-t mindenképp tudok még egyszer ajánlani mindenkinek, vegyétek, vigyétek, sokkal gyorsabb, megéri megvenni, de nagy rész szerintem csak a Windows-t, illetve a fontosabb fájlaitokat tartsatok rajta. Tárolásra, játékra valószínűleg így nem lesz elég, hiszen a játékok közül már nem egy van, ami 100 gigát is kér, van egy-kettő olyan játék már, igen. Úgyhogy erre nem fog ráférni, úgyhogy arra sajnos, vagy nem sajnos, továbbra is a V vagy a HDD-ket ajánlom, viszont abból ezért jó a 7200 RPM-es, meg a 64 meg a keses, mert azért az még mindig jobb, mint azok az alsó kategóriás szarok, már bocsánat, tehát a játék szempontjából így se lesz olyan gyorsan játék, mint egy SSD-n, de hát egy terás SSD szerintem azért még mindig ma is megfizethetetlen, illetve hát pontosabban nem éri meg. Mert azt a pénzt, amit arra a plusz ráköltenél, azt inkább akkor már egy videokártyára vagy egy processzorra költsétek, szerintem, és nem másra. De lehet, hogy ez csak az én véleményem, de én ezt így tartom, hiszen a videokártya is a proci, de leginkább a videokártya a legfontosabb a számítógép tekintetében. Memóriáról azt hiszem már beszéltem talán nektek, ha jól emlékszem, de annyit még említenék, hogy annak kinéztem egy memóriát, ami elég erős, és ez a memória ez olyan, hogy 3200-as, ha megtalálom, 3200-as memória, ez azért kell, meg a herces, mert DDR4-es memória, mert az alaplap, amit kinéztem a Ryzen processzorhoz, az támogatja, de mondjuk ez az egész megváltozhat, hogyha kijönnek a 3000-es szériás Ryzenek, de hát még azt még nem tudjuk, hogy ezt pontosan hogyan lesz, mert az ugye új is jelenik meg. Új alaplap. Na itt van egy Kingston 16 3200 MHz-es, illetve van még egy J-Skill, amit most hirtelen nem találok. Itt van RipJaws, erre gondoltam. Ezt a kettőt tudom ajánlani gyorsan még, amit így konkrétan múltkor talán nem említettem. Ezek azok, amelyek hosszabb távon is egész jók lesznek, és mindenkinek ajánlható, azoknak, akiknek van AMD Ryzen, főleg 2600-as, 2600 és 2700-as, 2700X processzoruk. Mert a 3000-es, főleg a 3002-est nagyon szereti, de sajnos az alaplap, ami egyébként hiper szuper jó, és nagyon jó hűtött még a hátulja is, meg a VRAM-ok, meg minden. Ez sajnos valamilyen 3000-es nem támogatja, ezért kell sajnos 3200-as mennem. 2900-esek valamiért szinte nincs is.
Ja, odaírják, hogy 2900-es, én nem találtam 2900 MHz-es RAM-ot DDR-ből, és vagy én vagyok vak, vagy ott elírtak valamit, nem tudom, ez van. De mindenesetre ezeket ajánlom, és mostanában egy rövid ideig búcsúzok a PC tippek rovattól, viszont lesz majd egy jövőbeli 19-es összeállított gép, amit majd akarok bemutatni, ami ugye azzal változhat, hogy 3000-es üzenek jelent meg tavasszal, illetve talán remélhetőleg addigra a 7 nanométeres AMD VGA-k is megjelennek, de meglátjuk. Addig is búcsúzom tőletek, sziasztok!